Sziasztok, Sanya vagyok, üdvözlök titeket! Ez a Helmut Craft Motsósznak a 8. része. Ez amúgy a 10. lenne, vagy 9. de most mert elveszítettem egy-két felvételt, azt mindjárt meg is mondom, hogy miért. Az előző részben láthattátok, hogy itt elkezdtem leásni a gyorsított felvételbe. Annyi történt, hogy elkezdtem felvenni az első részt, amit tegnap láttatok. Ó, mondom, veszek még fel ebből le, akkor megvan, csinál azt a folyosót. Végig megcsinál a folyosót, és akkor az az egész gyorsított részben menne le. És akkor egymás után jön neki, vagy egy nap két ilyen gyorsított rész, vagy mondjuk szombat vasárnap jött volna ki. És akkor így akartam volna megoldani a hétvégét. Nagy van, hogy az első részt, ahogy láthatjátok, tegnap ki is jött. A mostani rész az azért nem lett jó, mert kaptam az egyik zombitól, meg skeletontól egy-egy darab ilyen lapiskardot. Mind a kettő törött volt, ilyen használt, látszik a durability lement. Mondom, összekraftolom. Megfogtam a kardot, beraktam a craftingba, ki is fagyott a játék, úgyhogy oda veszett 5 óra felvételem, ami így felgyorsítva az mint két epizódot tett volna ki, két ilyen tennapi epizód, mint ami tennap jött ki, olyan epizód felgyorsítva. Tehát 5 óra munka mínuszba ment, csak azért, mert mondom, összekraftolok két lapiskardot, és közben annyira kifagyott a játék, hogy nem tudtam visszahozni a 5 órás felvételt. Úgyhogy most az elején el fogom mondani, hogy miket csináltam. Közben Makam felvette az első videóját, kirakta a csatornájára, megtekinthetitek az ő csatornáján. Toszka is már kirakta az első részét, és amikor felveszem, akkor még egy-egy részt raktak ki ők. Tehát már ők is elkezdték ezen a pályán a videózást. Laci időhiányából nem tudott felvenni részt, illetve kirakni, de majd tőle is várható lesz, hogy kikerül az első rész. A spoiler, ezek egy kicsit ránézek, hogy fog kinézni az épülete. Na, mit is csináltam a elmúlt 5 órában, ami felvétel lesz lett. Említettem, hogy ezt a hegyet le akarom mondani, itt valami formát akarok építeni. Közben módosítottam, inkább a hegyet azt lebontottam, az oké, csak csinálni akarok ennek az épületnek majdnem egy tükörmását. Tehát az épület az ajtóig, ahol van a chest, addig a tükörmása lesz, ott meg egy kicsit csúcsosabb. Hát az a lényeg, hogy majdnem ezt a területet akarom bezárni, úgy ahogy most ide raktam le a blokkokat, de ez majd a következő gyorsított részbe fog kijönni. Gyorsítva most már be akarom fejezni ezt az épületet is, megcsinálni a tükörmását, mert ez az elég kicsinek sikerült. Én meg nem szeretek kicsibe építkezni, úgyhogy lesz két ilyen szárnya az épületnek. Az előtti részben a... Ja igen, még ezt is bemutatom. Ide szedtem pár fát, felszedtem az összes fát. Itt ezt láthatjátok, hogy ezt lebontottam ezt a hegyet. Pluszban még itt is volt még egy nagy hegy, azt is lebontottam. Itt majd egy állatfarmot akarok majd csinálni. Igen. És ami fát kiszedtem, meg onnan is szedtem ki fát, meg kellett mindenre. Azt leraktam a szeplinget, azt csak kinövesztettem, majd ezt ki fogom ütni. Itt nincsen farm, csak egymás belé vannak rakva a szeplinget, és így nőttek be. Jó. Oké, raktam ilyen bokrot ide, hogy legyen élelmem, illetve megmutatom már ezt a kis gombát. Ha egy ilyen pályán kezdtek és nincs mit enni, akkor ez egy pont jó élelemnek, ha találtok egy ilyet. Alatta van a fa, abból tudtok fatállat csinálni. Felette van ez a gomba, ha szétítitek, kaptok 3 fajta gombát. Egy barnát, egy fehéret, illetve egy piros gombát. A piros is barna gombából, meg a fátából lehet csinálni mobbaragot, úgyhogy első élelemnek tökéletes. A fehér gombát azt meg
vissza tudjátok küldeni. Csak hát, csak gyorsan így mellékesként, ha már itt megláttam ezt a farenket. Na, megyek aludni. Jó, azt akartam magyarázni, hogy mutattam az azelőtti, nem a múltkor, hanem az azelőtti részben, az utolsó ilyen beszélgetős részben, hogy milyen upgrade-ek vannak a Better Chess-ben. Most arról fog szólni ez a videó, hogy meg is csinálok egy sima farmot, meg egy állatfarmot. Meg is csinálhattam volna a múltkori részben is, utána eszembe jutott, hogy hoppá, lent van egy chest, vagyis lementem valamiért. De a lávájér mentem a tinkeresbe. Azt ott volt egy chest, volt benne, vagy késztek, vas, meg rengeteg érc. Hogy miről jött még ki ez a sok érc, közben itt égetem ki fel a vasat, látszik, hogy ott van benne még a vas. Pont most szívtak ki az utolsót. Csinálom a washingotokat, előtte meg kiégettem glassplaint, majd itt jó lesz majd üvegnek. A glassplaint úgy csináltam, hogy kivettem ezt a formát, és csak ebbe a casting table-be neked ebből a folyadékot, és akkor lesz ilyen panel. Ezt majd össze fogom színezni valószínű kékkel, mert találtam sok kék virágot, és akkor kék színű üvegem lesz. Jó, akkor lent találtam az alapanyagokat, azokat most égetem kifele, illetve honnan van még egy kis alapanyag. Hát ahogy mutattam, itt mentem lefele megcsinálni a kapuknak a csarnokát. Befejeztem. Még a videóba, meg még egy picit egy túl is mentem, most már utána ideges voltam, már nem akartam felvenni még egyszer. Úgyhogy megcsináltam ezt az alagútat. Már mindjárt megmondom, hogy milyen alapanyagokból vannak. Csak megmutatom a központi helyiséget, amit mutattam, hogy ott volt a waypont lerakva. Na, ez a körülbelül mindenkihez egységesen van. Én vagyok 80 méterre, Proskai 60, Makan 95, Laci 98. Hát most csak a waypontokat, ahova leraktam, nagyjából, hát az ilyen központ van. Lehet, hogy egy picit erre kellett volna jönni, és akkor így lett volna, de mindegy, mert itt jelöltem be. Ja, az kinézetre néztem, hogy... Ja, az én 80 méterem, az nem 80 méter, 60, csak nem akartam olyan közel hallom a házamhoz a lépontot. Na, és le is adtam a kapukat, amit mutattam fent a chessbe voltak. Két működő kapu van, a Nether kapu, illetve a Mining World. Ezt meg beraktam milyen dizájnnak, hogy... Ez ilyen csak kamu kapu. Lehet, hogy már rakunk ide ilyen portálos kaput, hogy ha itt bemegyünk, ilyen tükörkapu, Proskai mondta, akkor ott jövünk ki. De hát ez csak poén kedvéért. Leraktam a táblát, hogy a többieknek nem lenne a waypont berakva, akkor lássák, hogy ki merre lakik. Na, és akkor miből van ez a padló, miből van ez a fal, ez a két kamu kapu, illetve plafon. Hát ez Netherrackből van. Hát is megyek a Netherbe. Netherrackből van. Netherbrickből van, elnézést. Netherracket az csak azért szedtem. Itt látszik, ezt az egész területet itt ki is bontottam. Innen szedtem a Netherracket, és ezt égettem ki. Annyi van, hogyha kiégettem, kaptam ilyen Nether téglát, és azt kell összecraftolni, és úgy lett belőle a Netherbrick. Hát innen kiszedtem, nem tudom hány stack, vagy 60 stack biztos. Mármint 60 stack brick jött ki, tehát azt meg kell szorozni egyel is, a kb. Annyi stack. Nem, több volt az, mint 60 stack. Szerintem volt, vagy 150 stack. Na mindegy. Annyi téglát használtam fel, utána már... és akkor még csak a fele volt kész annak a folyosórendszernek, sőt meg a negyede. Úgyhogy megkerestem direkt a Fortress-t, Fortress-be jöttünk, jöttem a Hammerrel, azt szétütöttem, amelyet tudtam, mert így már nem kellett kiégetni, nem fogyasztottuk az energiát, így kiégettem az egyet. Vagy ezt kiütöttem, ja, és chisellel, nincs nálam chiselles kard, vagy chiselles véső, azzal craftoltam át olyan blokkokká, amit láttatok az előbb. Itt látszik is, hogy bontottam széjjel rendesen. Itt az egész folyosó itt annyira
tele van, hogy szét is bontottam. Na mindegy, nem is húzom tovább az időt, nem erre kell jönni. Na te csinálsz, csinálsz, ki van kiürítik. Oké. Jó, nörörve, még egyelőre ennyit voltam. Szedtem egy kis kvarcot, a kvarcot azt ráraktam 53 darabot. Nem, ott van 76 darabot ráraktam erre a kardra, amit valamelyik részbe lecraftoltam, ez is csak sima kőkard, tinkeres, tehát ez se fog eltörni, fel tudom majd javítani. Közben így néz ki a header. Ezt a gombát próbáltam kiszedni, mondom, jó lesz a portálnak a kamu portálnak a ahol most üveget raktam, glass paint, de nem lehetett, nem tudtam kiszedni. Na jó van. Ó, glowstone nem is szedtem még. Jó. Nem tudtam, hogy beleesett abba a világba. Jó, menjünk vissza. A bányász világot nem akarom megmutatni, mert még én sem voltam ott, csak egyszer, amikor lehelyeztem. Jó, hát az én utamat láttátok, Laci felé az kicsit hosszabb út. Nála ilyen három soros feljárót csináltam. Mindenkinél megcsináltam, én mondom, hogy legyen egységes. Így jön fel, nem spoilerezek, nem mutatom meg, hogy mi van arra. Én lakok arra, az a lényeg. Majd Laci csatornája meglátjátok az előterületét. Ugyanilyen stílusban megcsináltam. Vakomnak is a feljárót, meg a Plaszkájnak is. Jó. Közben még itt ugrálgatok. Jaj, elfogyott a kaján. Láthatjátok, ott van a hotbaron két darab single use. Mi ez? Ne űzzek már! Már engem zavar. Direkt figyelek. Azóta kezdtem el őzni, mióta volt a kérdések is válaszok, vagy nem tudom, valamelyik volt, és valamelyik videóm, és írtátok, hogy nem szoktam őzni meg innen, és azóta nyomatom az őzést. Na mindegy, itt van Makamnak a területe, az őjét megtalálhatjuk, hogy van már háza. Na, ezt nem is láttam. Ha megnézem, felvétel kívül nem spoilerezek nektek. Megnézzük az őcsatárláján, hogy építkezik meg, hogy kraftol. Jó, ez itt Makamnak a területe. Itt azért raktam három fakát, mögöttem egy pók spawner, hogy ne jöjjön előfele a pók. Majd így videón keresztül üzem neked Makam, hogy ott van egy pók spawner, ha kell, akkor használd, mert direkt az én nem ütöttem szét, hogy nem tudtam, hogy kell neked. Ott van közvetlen közeledbe, úgyhogy az a tiéd. Na és akkor Proszkának is megcsináltam, tehát mindenkinek ugyanilyen stílusban megcsináltam a feljárót. Ugye csak az én épületemet mutatom, mint mindig. Na, hogy jártam, hogy van nálam két darab single use safari net. Ezt craftoltam, slimeból kell, stringből, meg bőrből, és hoztam két tehenet, mert nagyon messze volt búzával, még ide hoztam volna, addig megőszültem volna. Ezt majd... Na, ki engedsz? Itt azért csúnya még a padló, mert itt úgyis fel akarom szedni, meg ott hátul is majd az egész földet, meg itt be akarom temetni a vizet, majd úgyis padló lesz, akkor most felesleges ezeket a lyukokat visszatenni. Ez majd úgyis a következő támlépszes videóban benne lesz. Na, tehenet majd ott akarok szaporítani, ugyanezzel a Better Chest moddal, nem moddal, hanem Better Chest-tel. Na jó van. Azért kezdtem is így a videót, mert volt az egyik kedves nézőm, aki mondta, hogy állandóan csak kraftolok a videóba, többi meg fel van gyorsítva, most akkor láthattuk egy ilyen az elmúlt pár nap eseményeiből, úgyhogy most jöhet a kraftolásos rész, ha már kiegészítettem ezeket a dolgokat, hogy ne csak kraftolós, na itt van a, ez három römbből tudjátok megcsinálni. Még visszatérve ahhoz a gombához. És akkor berakjátok craftingba, és akkor lehet leválni. Jó. Na. Ezt meg be is nyomtam. Oké.
Na, akkor Better Chest. Ezt meg akarom csinálni burgonya farmnak, ezt a területet. Most már fizikailag is bemutatom, hogy hogy kell megcsinálni a farmot, nem csak úgy szóba elmondtam, mint az előző előtti részben. Ahhoz, hogy meg tudjam csinálni a farmot, ezt el kell ültetni a dolgokat. Ahhoz csinálok egy darab... Most miért ugrott át? Nem mindegy. Egy darab plenty upgrade-et. Már alapból mutatja ott, hogy energy upgrade kell hozzá. Na, akkor menjünk vissza, hogy csinálok egy energy upgrade-et. Ahhoz kell 4 block of coal, amit már itt meg is csináltam. De jó, hogy átmentem a nether-ről és hozni akartam szenet. Mindegy. Majd visszaugrok. Azért jó a nether-be szén, mert vannak ilyen... Már megmutatom. Vannak ilyen szén területek, ahol kapunk ilyen ezt a nem ezt kapunk. Majd megmutatom, hogy mit kapunk, azt össze kell craftolni is kapunk belőle sima szenet. Ja, közben sötétedik, igen. Sunday time, mert nem fákeztem ki normálisan a területet, csak lebontottam, meg felhúztam azt a kerítést azon a területen. Nehogy jöjjenek hátban bovok. Nagyon jó, hogy sok éjszakat átlalszok, úgyhogy hamarosan valószínű már jön a vörös hold, amit nem nagyon utálok. Jó, na, energy upgrade. Hol vagy? Energy upgrade. Oké, rendben. Ja, ilyen kiégetett kő kell hozzá. Az... Ja, kiégetett kő. Ezt az előző részben megcsináltam ezt a chestet. Valószínű, nem emlékszek rá. Raktam bele, lehet majd innen kiveszek egy energy upgrade-et. Raktam bele egy furnace upgrade-et. Teljesen kivent a fejemből, mondom bepakolom mire a cuccokat, nem ez. Bepakolom mire a cuccokat, látszik, hogy be is raktam a földet. Ennyire nedőreket még szedtem. Meg előbb is bedobáltam a nedőrekeket, a követ, meg az, az volt egy kis szén is. Na és akkor, mivel elfelejtettem, visszajöttem, mondom, itt kiégette a dolgokat, benne maradt a furnace upgrade. Tehát a cobblestone-ból lett a stone, a nether-ekből meg lett nether brick, de mindegy, mert utána használtam fel a lenti folyosóhoz belőle, meg már raktam bele, öltem squid-eket, hogy tudjam majd ezeket a fekete blokkokat megcsinálni, azon beraktam a... hát nem tudom, squid-nek mi van, hús, húsát. És azt is kiégettem, hogy legyen kajám. Jó, na, hogy jártam, hogy ez biztos, hogy kell lesz nekem. Kő kellett, redstone is kell, meg stick. Innen veszünk egy kis fát, jó, akkor már tudunk craftolni. Oké. Ott még ott pár chest hátul, azt még a hegy lebontásából származó alapanyagok vannak benne. Jó, ez most egyelőre nem kell, nem is tudom mennyire stone fákra kell, de csinálok vagy tüzen. Huszonegyben az három alaszható. Na, oké. Okay. Jó. Na, mi kellett még hozzá? Égetett kő. Azt hiszem ennyi. Ebből kell 2 darab. Miért nem rakott be? Mit nem raktam? De itt nincs automatikus craftolás, ha mellette van a chest. Igen, valószínű. Úgyhogy akkor emlékezetből kell gyártani. Kő, redstone és ez. Hát van most bőven alapanyag, úgyhogy le is gyártottam a 10-et. Oké. Mi kell még hozzá? A blokk, a redstone, meg ez. Mivel csak egyet tudok csinálni, mert ennyi szenem van. Először csak a sima. Miért raktam körbe üzével? Mi ez? Redstone-a. Jó, megkaptuk az energy-t. Oké, ezt kérte az előbb. Jó, most megcsináljuk a plantinget, ahhoz kell 4 vaskapa. Vasat azt mutattam, hogy már égetem kifele, úgyhogy... Jó, nem ezzel klikkelek rá, hanem... Nehogy itt elengedjem a tehenet. Nincs több single user. Single user-os szafarinetem. Végig is csak craftolni kell, mert
találtam slime-ot, a pont alattam van. Csináltam egy akkora nagy tárat, hogy négy rakjál belőle, addig ezt rakaptam. Csináltam egy akkora nagy területet, hogy spawnold a slime. Ez az achievement. Time to form. Azt hittem fakapával kell kezdeni, nem mindegy. Még achievementet sosem nézegettem. Jó. Oké, mi kell nekem? Nincs nálam semmi. Itt ebben a chestben úgyis van mag, meg akkor kezdtem elfele, hogy milyen farmat akarok csinálni. Ahhoz hoztam egy kis búzát, meg magot, és kértem a srácoktól. Jó, mi kellett nekem? Négy sarokba ez. A négy kapó. Mindegy, hogy milyen növényt raktok, bármit rakhattok, ami feleslegesen van nektek, bármi növény, úgyis ezt fogjátok megkapni. Nem csak nekem magból ott volt feleslegesen. Jó, kell egy kapó, amit búzával rakunk körbe, és középre megy a upgrade. Jó. Ez mutatja, hogy... Sőt, nem is mutatja, hanem nekem kellett volna többet hozni. Mert ha rávisszük az egeret, látszik, hogy az upgrade 5-ös, és mondtam a mód körülbelül, hogy egy upgrade 2 blokkot visz körbe. Tehát elviszem az egészet. Mennyi kopát kell ezt gyártom mindjárt. Tehát meg akarom csinálni a maximális 10x10-es területet. Úgyhogy az konkrét, berakom az upgrade case-t és kapok ilyen upgrade-t. Kérem az ilyen recepteket, feleslegesen vannak benne, nem mindegy. Jó, 3-at megcsináltam, 4-5, rendben. És akkor még kell csinálni kapát. Azt mondja, hogy 4x16-ot. Azt jól leraktam. 16 kapom, az konkrét. Ja, nem is így akartam, hanem így. És még el se fér nálam. De hogy nem. Oké. Okay. Ennyi kapát nem láttam még egy helyen. Sőt, az életemben nem gyártottam el ennyi kapát Minecraft-ba. Jó, még egy plint. Még jó, hogy ezeket nem lehet berakni. Bedobálni. Így kézzel be kell húzni. El fogok csinálni egy olyan crafting station-t, Ez miért kettő? Valamit elszámoltam? Kell még két kapó. Mindegy, meg kell ilyen kéz is. Stick fal, meg vas. Vas. Elpukasztottam az összes vasat. Az gyönyörű. Ezért mondtam múltkor, hogy egy vas kell hozzá. Oké. Okay. Jó. Kapa kellett kettő. Oké, okay, és akkor kellett ez a vasrács. Abból elég egy 16-os. Ja, nem megy a shift, értem én. Mik voltak ott? Már is felejtettem. Na, egy lépéssel arra járok, vagyis fejben. Jó, plank. Nem plank volt. De csak rossz helyen. Ilyenkor meg van darab szám, akkor nem tudom miért ilyet se csináltam még. Oké, okay. Na ez is megvan. Na, az őzés mellett ezt az okét kéne még elfelejtenem. Azt mondja, hogy még egy ilyet. Kapó. Mag. Nagyszerű. Hozzá megvan az energy, tehát energiát nem kell nekünk táplálni.
Nem akarom kifurkálni minden négy blokknál a földet, tehát kéne csinálni egy rain upgrade-et is, amihez csak bucket kell, ebből egyet kell berakni. Igen, egy darab kell, egy cseszbe, maximum egybe, hát ahhoz kell négy vödör. Gratulálok. Négy. Jaj, de ezt jó, lehet ez élni. Szekkelni. Eddig is lehetett, nem mindegy. Jó. Nagyszerű. És mit szeretnék ültetni? Krumplit. Illetve már előre gondolkozva lehet kéne belerakni egy furnace upgrade-et, és akkor ki is süti a krumplit nekem. Mondja, hogy visszaültetni nem fogja. Igen, meg kisüti, és akkor nem tudja visszaültetni. Akkor nem, azt majd kiszerem onnan. Most miért jöttem ide? Ja, krumplier. Valahol ide raktam a növényeket is. Szedtem már krumplit, mert találtam egy falut. Itt van 22 burgonya. Kinek krumpli, kinek burgonya. Na, ezt kiszedjük innen. Kell nekem egy kalapács. Nincs benne semmi, rendben. Először ezt nem tudom belerakni. Ezt nem fogom tudni belerakni, látjátok, nem fogja a kezemből, mert kéri az Energy Upgrade-et. Tehát belemehet először az Energy Upgrade, utána mehet mondjuk a víz, utána az összes... mi az? Harvester, meg az összes planting. Na, és akkor most ezt miért szedted ki? Ez mi? Ezt a kezemből kapta ki? Jó, hogy azt is beledobtam, értem. Jó, most nézzük meg kalapáccsa, még benne van-e minden, nagyszerű. Elméletek, ha most, ja, nem kalapáccsa, ha most belenézek, beledobom a krumplit, akkor ülteti is elfele. De ezt csúnyán elraktak. Jó, innentől kezdve nekem nem kell foglalkozni vele. Ha lesz krumpli, akkor ülteti. Jó, ez volt a... Melyek aludni, így nem jó. Meg úgyis kell jönni egy better chestért. Akkor már megcsinálom gyorsan a állatfarmot is. Lehet egy kicsit hosszabb lesz ez a rész, mert az elején a bemutatással elment az idő. Jó, kellett egy better chest, az még itt van nekem valahol. Nagyszerű. Az megy az állatfarmhoz. Az állatfarmhoz kell csinálnom, ami kinyírja. Ahhoz négy kart kell, vasból most van rengeteg. Csak fám nincs. Nagyszerű. Két vas, lehet fakarot is csinálni valahogy, ha jól tudom. Sőt, biztos, bármilyen kardot elfogad. De én most kemény vagyok és vasból mindent. A múltkori részben nem volt vas. Akkor most lesz mindenhol vas. Na, killing upgrade, ami megöl az állatokat. Kell egy animal upgrade. Ehhez is vas kell. Egy, kettő. Ez is csak egy, ebbe a chestbe egy darab kell. De jó, ez az tekkelhető. Meg kell a két bucket. Jó. Ezt megpróbálom már gyorsabban, nem akarom húzni az időtöket, csak hogy megvásártok, hogy működnek a dolgok. Jó, egy animal upgrade. Illetve csinálni akarok, mivel Animal Upgrade ezt le fogja szedni a tejet, illetve a borjúról a szőrt. És így, enderpörkel vele. Na már megállt a tudományom. Enderpörlöm meg egy volt, hol van. Enderpearl. Volt nekem Enderpearl, valamelyik. Miért akarok mondani? Hol az Enderpearl? Na mindegy. Pedig ebből van, mert ebbe a drága chestekbe pakoltam bele. Megcsináltam kábelnek.
Még valamit nem megöltem kettőt. Na mindegy. Na, mivel kinyírja az állatokat, illetve leszedi, ehhez is kell egy energiai. Jó, akkor azt sem tudom megcsinálni. Jó, még ebben a részben azt fog beleférni. Hogy elmegyek, megmutatom, hogy honnan szedtem a szenet. A chestet azt lerakom. Sőt, nem. Ezt be fogom fejezni ebbe a részbe. Egy kis vágás is, akkor jövök vissza. Összeszerem az endertört. A srácoktól valaki szerintem már lement az endbe, megtalálta valamit, mert most feljöttem a szerverrel, és láttam ezt a chestet. Van benne ender lily, illetve enderstone. Vagy valami chestekbe találták, vagy valami, vagy valahol találták. Ezt jól megmondtam. Vagy valahol találták, vagy átmentek az endbe, és összeszedték. Mert akkor szoktuk így szétosztani, ha valaki megy az endbe, akkor felszedi a liliket, és akkor egyelőre elrossza. Na mindegy, nem húzom az időt, szedek enderpört, illetve... Mi hiányzott még az előbb? Na mindegy, összeszedem a dolgokat, és akkor jövök vissza, de csak azért, hogy bemutassam a chestet. Pillanat, és jövök. Na, visszatértem. Közben átugrottam magamhoz. Elvettem tőle egy stack szenet, meg egy fél stack endertört. Neki most sok volt. Nem azért vettem el, mert sok volt, csak mondom, befejezem a részt. Majd ha lemegyek Netherbe, és szerek fel annyi szenet, vagy bányászok, vagy beindítom a bányászgépemet, vagy valamit. Illetve lerakom az enderszilőt, és fog nőni 8 enderpől, akkor majd visszaadom neki. Ezt most videóban is megmondom neki, biztos. Ha végignézi, akkor hallja, ha nem, akkor találkozom fel, akkor úgyis majd megmondom neki. Meg majd úgyis majd visszaadom, és akkor nem lesz hiánya belőle. Ez direkt ki akarom növeszteni, hogy lássátok, hogy le is aratja, meg én is lássam, hogy működik normálisan. Csak mindig sorba megy, aztán visszatér, megint sorba megy, úgyhogy kell egy kis idő, míg feldolgozza, hogy ott kinőtt növények vannak. Annyi, hogy nem látom a csezbe, hogy visszarakta volna, mert vissza ide le fogja ültetni, valószínű. Majd ha szépen le arra hagyja. Na, mindegy. Gyorsan megcsinálom a... Na mindegy, ezt az egyet látátok, hogy leszette. Már ez be fog az indulni, ha már telőben lesz az egész terület. Nem is néztem a házat, ha elfér, ugye? De jó, mindig úgy számoltam ki, hogy jó helyen legyen. Na, mindegy. Akkor ott jártunk, ja, pont most le is szedte, láthattátok a, itt a... mikor megnyitottam az inventory-mat, vagyis a crafting station. Jó, na, ne húzzam az időteket, nagyon gyorsan. Collector upgrade, ja nem, először csinálok egy energy upgrade-et, mert kell az energia. Ahhoz kellett a 4 coal, ezért mentem át. Oké. Okay. Megint mondtam, hogy oké. Okay. Ezt tudom kell, ha jól tudom, meg egy slot. Mármint casing. Oké, okay, egy energy, illetve kell nekem. Mi kellett? A kollektor, ahhoz kell 4 darab ilyen, tehát még egyet le kell gyártani, egy ilyen kéz stickkel, meg fa. Egy stick, meg 4 fa. Rendben, oké, okay. Most már kész vagyunk ezzel is. És kollektor upgrade, aminek a segítségével, ó, mennyi hopper kell. 4-et akarok csinálni, majd elmondom, hogy miért. Hogy is kell csinálni hoppert? Nem így, hanem... Hú, van rengeteg chestem, de most nem akarok elmenni oráig. 4-et akarok csinálni, tehát akkor miért 2-t csináltam? Még 2 chest. 1-2, nagyszerű. Oké. Okay. 4 kollektor. Akkor kell 12 darab hopper. Nem tudom, hogy kell csinálni, de valószínű így van a recept. Oh, nagyszerű. Kaptam 3-at, ezt éjes kevés, tehát jövök még vasért. Jó, elpukasztottam most a vasat. Nem alszunk, dolgozunk.
Érdekes, hogy a Minecraft világában miért csak három? Ja, hogy annyi chest is kell. Fú. Három, eddig 10. Ez 11. És akkor kell még egy kis fa. Még rá hátrasó chestbe, mert tudom, hogy itt szedtem ki fákat. Itt van. Fú, nekem lesz van. Sok chestem. Jó. Oké. Már megint mondtam, hogy oké. Na. Rendben. Kell akkor a vákum hopper. Hát ebbe kell rendesen alapanyagot ölni. 4. 12, amennyit kértem. És akkor már csak... Mit kellett alul rakni? Ja, Ender Pearl-t. Redstone. Ja, itt csak 8 darab upgrade-em lesz. Na, hogy kell csinálni? Felfele, mert ez oda megy a cuccmau. Ezt jól megmondtam. Oké, 2-t kaptam. 3-at kaptam. És 4-et. Jó. Egy alvás, mert már zombi bácsi itt van mellettem. Nem! Mondtam, hogy ne klikkeljek. Direkt még mondtam is. Ezért te vagy a hibás. Na, szegény. Tehenet leraktam ide. Nem akar összejönni ez a gyors befejezés. Azt mondja, hogy kell nekem. A búzával oda húzzam. Nem akarok vele szenvedni, hanem... Pókháló, pókháló... Ne menekülj! Itt a pókháló, a slimeból az ott van, a bőr az... Nem tudok menni se. Itt van a bőr. Na, nem, annyi nem. Jó. Robbanás ki van kapcsolva. Az elején már kikapcsoltuk, majd lehet már hamarosan vissza is fogjuk. Csak már idegesített, hogy minden felrobbantanak slimeból. Nem biztos, hogy így kell, de... Sőt, biztos, hogy nem így kell, hanem így. Single... Azért is megcsinálom ezt a részt. 4 lacak kell ebből. Legalább megmutatom, hogy hogy kell csinálni a szafarinetet. Szafarinettel befogom, és akkor szépen oda viszem. Meg már le akartam rakni. Két tehén. Egy kis búza ott van nálam. Menjél már. Meg kell izé is. Na, elfelejtettem. Hát nincs etetés, kérem. Etetni is kell az állatokat. Kaptam egy, adtam egy energiát, berakom a kinyírósat, beraktam a, ami leszedi a tejet, illetve majd a bárányról a gyapjút, illetve a collector upgrade az arra van, az is azért rakok bele 4-et, mert 1, 2, 3, és majd ha csirke lesz, egy olyan negyedik kell, mert az be tud ide bagolódni, egy fél blokkon is befér. Tehát Collector Upgrade segítségével beszippantja a lehullott állatoknak az itemjeit. Most gyorsan most így fogom etetni. Csak hogy lássátok, hogy megszületik a kicsi, oké. Okay. És elméletileg mindjárt az egyiket le is vágja. Jó, hogy vagy. Nem vágod le? Jó, itt a kalapács. Jó, mindjárt megvárjuk azt az időt.
még egyszer elfogadják a búzát. Nemetek, a kicsiket nem fogja levágni, illetve a kettőt mindig fog hagyni. Két állatot. Most nem tudom, azért van meghagyva, mert csak egy kicsi van. Mindjárt megnézzük. Közben megcraftolok már egy feedert. Úgy keresek eszembe, az Aston fát. Better chest. Nem kell szó köz. Better chest, animal upgrade-et kérek. Ez teljesen ki is ment a fejemből. Nem player feeding. Feeding upgrade. Akkor csak négy búza kell, meg egy better chest. Ja, itt van, vagy a casing. Feeding upgrade. Jó, ez most már fog etetni. Igen, nálam van a búza. És akkor az automatikusan fogja most már őket etetni is. Nem menj ki? Oké, megtörj. Jó, ezt is beraktuk. Azt el is felvét, nem is. Emlékszek rá, hogy kell bele karrot is rakni. Szerintem nem kell, mert csak automatikusan kinyírja. Mindegy, megvárjuk, hogy most etessen. Miért nem mükszik? Mit akartam még? Ja, azzal is ki tudom még próbálni. Vagy rakok bele vödröt, és ha leveszi a tejet, akkor működik az a része. Jó, az a rész működik, ami a tejet leszedi. De nem tudom, miért nem akar etetni. Beraktam a feeding upgrade-et. Nem, kalapáccsal nézzük meg. Feeding upgrade. Egyet kell berakni. Ez a baghez kell? Csak hosszú lesz az a rész. Ja, itt is meg tudom nézni. Van külön, hogy animal feeding. És majd itt a sáv magamat összezavarom. Animal upgrade, nem. Mining az nem, blocking nem. White is beleztem. Jó, csináltam. Na csak megetetem még egyszer őket. Jaj, hogy nem tudnak enni. Még nem jött az idő. Na mindegy. Nem, de mindent beraktam, ami kell, szükséges. Energiállátásunk van. Amúgy nem is tudtam volna berakni ezeket. Legyék, hogy lefogja. A tejet már le is szedte, azt látszott, ez működik. Collecting upgrade, még azt kicsit tudom próbálni. Jó, innen elszívta a cuccot. Ja, nem kalapáccsal. Látszik, be is szívta a magot ide. Jó, mi van még itt? Kalapács. A feeding upgrade. Az most nem működik, mert ezek meg nem esznek. Még nem járt le a ciklus. Az idő. Na, biztos, hogy jól meg van csinálva, mert benne van minden, ami kell, minden, ami szükséges. Enni még nem esznek búzát, ezért nem is szaporítja őket. A kettő darab az megvan. Ja, két felnőtt van, hát ahogy se lehetne. Ha három felnőtt lenne, akkor valószínű le is zsírkolná az egyiket. Majd ha megnő a kicsi, akkor... Vagy ha megnő, vagy ha még szaporít egyet. Mindegy, egy nagynak lenni kell, amit lenyír. Jó, itt ez ebből látszik, hogy tovább ültették, látszik ez a sor már azóta nőtt ki. Jó, köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a részt is. Megcsináltam az állatfarmot, illetve a sima farmot. A következő részben akkor megint gyorsított jön, ha nem rontom el, ha nem rakok be egy lapis karot a craftingba.
és nem veszítem el a felvételt, akkor megcsinálom, most már befejezem ezt az épületet, meg megcsinálom a tükörkép, majdnem a tükörképét annak, ennek, és akkor lesz egy nagy épületem, utána már jöhet a éjjel-nappal crafting. Jó, na, köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, nézzétek magamnak, Froszkálynak, illetve Lacinak a csatornáját, figyeljétek, hogy ők mikor rakják ki a Hermitcraftos epizódokat. Sziasztok! De rajzét, hogy nem fog látni, pont az érdekesség. Mit jön? Ja, Tinker Konszertos. Arrébb rakhatod? Az épületet akkor most látta is fejlődő a rendelést. Feltük a rendelést, átadta a konyhának. Menjünk át a konyhába. Itt vannak zöldségek,